Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dombóvári civil tanács, 3 éves ciklus zártak. Nyári gumi, a meleg időjárás miatt indokolt búcsút intenünk a téli abroncsoknak. C-vitamin világnapja, a fűszerpaprika magas vitamin tartalma. Telefonhasználat, generációs különbségek a mindennapokban. Rendkívül mozgalmas és eredményes 3 évet zárt a Dombóvári civil tanács. Szavazással döntöttek arról, hogy ki képviseljék a következő ciklusban őket. Idén március 31-én zárult le a civil tanács mandátuma. A szövetség tagjai titkos szavazással döntöttek arról, hogy kik képviseljék az 5 tagú tanácsban a Dombóváron működő egyesületeket a következő 3 éves ciklusban. Az elmúlt 3 évet összegezve talán nem lenne elég a műsoridő, hiszen annyi esemény történt, azért jól mutatja, hogy milyen aktívak a Dombóváron működő civil szervezetek, hiszen számtalan önálló programot alkottak, szerveztek, illetve szinte majdnem minden önkormányzati rendezvényhez közvetetten vagy közvetlenül kapcsolódtak. Dombóvár város önkormányzata fontosnak tartja az egyesületek működését, hiszen az elmúlt 5 évben a támogatások mértéke a duplájára nőtt. Minden egyesület közel azt az összeget kapta az idei évben, melyre igényt nyújtott be. Természetesen kisebb-nagyobb korrigálásokra szükség volt. A következő 3 esztendőben további célunk, hogy a városban ténykedő egyesületek szinergiáját erősítsük, illetve fönntartsuk ezt a magas színvonalú együttműködést az önkormányzattal, illetve egyesületek között, amelyek az elmúlt 3 évben voltak. A városban működő 49 egyesület és az önkormányzat között a civil tanács az összekötő kapocs, ami együttműködés egyértelmű fejlődést mutat. Az ilyenkor megszokottnál jelentősen melegebb időjárás miatt az autósoknak indokolt a télit nyári gumira cserélni. A szakemberek 7 fokos átlaghőmérsékletnél már javasolják a nyári abroncsok felrakását. A hőmérők hiányszálai ezt az értéket az idei évben már jócskán túlszárnyalták. A nyári köpenyt azt mindenképpen javasoljuk, mert ugye az a nyára van tervezve. Ha valaki ugye esetleg választ egy 4 évszakos gumiköpenyt, ugye azt is lehet, de ugye azért azt a tudomásul kell venni, hogy az csak ősszel-tavasszal talán jó, de se télen nem jó, se nyáron nem jó. Hiába mondják, hogy keveset fut az autó, keveset mennek, azt viszont be kell akkor vállalni, hogy esetleg a garázsajtót akkor ne nyissák ki otthon a gépjárművezetők. A téli gumi a nyári meleg hatására rövid időn belül elkopik, és a tapadása is gyenge. A fékutak is eltérőek, ami balesetveszélyes lehet. Egy 10%-ot mindenképp lehet innen-onnan számolni, ugye ez nagyon sok mindentől függ, de ugye erre nagyon koncentrálni kell, mert hát ha pont azért nem tudunk megállni. Persze én megértem, hogy ugye a gumiköpenyek ára ugye nagyon irreálisan elszaladt az elmúlt 1-2 évben, de aki megteheti, még mindig azt javasoljuk, hogy mindenképp legyen téli és nyári gumiköpenye. Még a tapasztalt sofőröket is érhetik váratlan helyzetek, amennyiben nem megfelelő abroncssal szerelték fel az autót. Most ilyen 20 000-től a csillagos égig ugye a gumiárak, a gumiköpenyek, de ugye egy aránylag használható, ami biztosan fel lehet tenni egy 5-6 évre, azokat azért már a kis kategóriás gumiköpenyeket azért ilyen 20-tól lehet vásárolni áfással. Aki még nem tette meg, tehát ne abozzon, hiszen itt az ideje, hogy pár hónapig búcsút intsünk a téli gumiknak. Baleset történt csütörtök délelőtt Tamásiban a Szabadság utca 18 előtt. A 61-es és a 65-ös főutak kereszteződésében egy teherautó kerékpárost gázolt el. A helyszínen is idejére az érintett szakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben. A 45 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. Ismét Bomba Gábor lesz az éjjel Szekszárd Egyesület polgármester jelöltje Szekszárdon. Az ÉSZ frakció vezetője azt mondta, ők a szekszárdiak képviseletére szerződtek, ezt a munkát folytatják tovább. Céljuk, hogy a város ismét méltó székhely legyen a vármegyének.
A politikus jelenleg a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökeként is tevékenykedik a szekszárdi önkormányzatban. Bomba Gábor a Facebook oldalán bemutatta az ilyen szekszárd 10 képviselőjelöltjét is. Lesodródott az úttestről, majd lakóház kerítésének ütközött egy személyautó szerda délután Decsen az Ady Endre utcában. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A csapadék és a növények gyökerei az évtizedek alatt jelentősen károsították a szekszárdi vár köztámfalának felső részét. A város önkormányzata döntött a helyreállításról. A kivitelező a felső melvét falat és a falburkolat felső részét 32 méter hosszan visszabontja, a kinőtt gyökereket eltávolítja. A támfal mögött vasbeton cölöpsorral erősítik meg az építményt, a melvét fal mögött betonvízzel vezető folyóka épül. A helyreállítás bekerülési költsége 19,3 millió forint plusz áfa. Szabó Péter 2008 óta foglalkozik fűszert paprika termesztéssel és gyártással. A C-vitamin világnapja alkalmából nyilatkozott vállalkozásáról és az általa preferált technológiáról, hiszen annak köszönhetően a késztermékekben nagyon magas a vitamintartalom. Hát itt szoktunk csomagolni, ez is egyesület, tehát itt nincs gép, tehát én nem csomagolok előre paprikát. Szabó Péter édesapjától vette át a vállalkozást, ma már saját elképzelései és koncepciója szerint vezeti, ami egy egyedülálló terméket eredményez. A hagyományos módszereket részesíti előnyben, a csutázási folyamat is kézzel történik. Én már 7-8 éve nem használok műtrágyákat a földbe, és nem szántok. Ez azt jelenti, hogy ilyen én mulcsvetésbe gondolkodom, hiszen a talaj, tehát mindenki azt nézi, hogy milyen szép a növény, én meg azt nézem mellette, hogy milyen egészséges a talaj. Hiszen az elmúlt években, tehát apukám is nagyon-nagyon, tehát ki voltak adva a termőterületeknek a nagy része, hiszen ő csak egy kevés területen művelte a földet, és csinálta a fűszerpaprikát. És amikor én átvettem ezt az egészet, akkor annyit kell tudni, hogy tehát a humusz a lényeg. Tehát ha egészséges a talaj, egészséges a növény, és nem használunk növényvédőszert. A nagyobb mennyiség termelése helyett a kisebb, de minőségi alapanyag előállítását választotta. Azonban önmagában a magas minőségű fűszerpaprika nem elég, fontos az is, hogy jól használjuk fel azt az ételkészítés során, ne hőkezeljük másfél óránál tovább. Igaz, hogy én nem 300 mázsát termelek egy hektáron, hanem csak 100 mázsát, tehát nyers állapotról beszélek. Tehát itt jön egy árváltozás mondhatni, hogy nem 300 mázsa nyers paprikából kell előállítanunk 1 kg fűszerpaprika örleményt, hanem csak 100 mázsából. De itt már van egy minőségi mérce mondhatni, hiszen maga az íz, maga a színvilág, tehát az adott táplálékból, amit a növény fölvett, a 100 mázsára redukálódott, és nem pedig 300 mázsára oszlott szét. A megfelelő szárításnak köszönheti a fűszerpaprika vitamintartalmát. A csomagokat napfénytől védve kell tárolni, így nem veszíti el a színét. 50 fok alatt szárítunk 20-22 órán keresztül, és nem vákumszárító, és nem 10 óra, és nem 80 fok, és nem 100 fok. És ebből van az, hogy a fűszerpaprikában rengeteg C-vitamin van, mert én tudom, hogy csak a család van a szárítóüzemben, nincs senki más, és ez a 40-45-46 fokon szárítjuk a paprikát. A gyártó szerint érdemes kiindulni a régi eljárásokból, mivel azok működtek már nagyszüleink idejében is, csupán tökéletesíteni és kiegészíteni kell azokat. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság idén is csatlakozik a Roadpol kezdeményezéshez, melyben 24 órás speedmaraton tartanak. Ehhez várják az emberek segítségét, akik olyan helyeket javasolhatnak, amelyek szerintük fokozottan veszélyesek és érintettek a gyorsajtásokban. Az ellenőrzés ideje alatt április 19-én 6 órától április 20-án 6 óráig ténylegesen 24 óra időtartamban rendelkezésre álló valamennyi komplex közlekedési ellenőrzési pont használatban lesz. Az állampolgárok javaslatait április 3-án 11 órát április 8-án 12 óráig a speedmaraton@tolna.police.hu e-mail címre várják. A jelzések alapján a javasolt helyszínek adottságainak ismeretében a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei jelölik ki a pontos helyszíneket és időpontokat.
Szekszárd megyeiugó város önkormányzata közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdetett a szekszárdi székhelyű sportegyesületek működési célú kiadásainak támogatására. Az odaítélhető keretösszeg 32 millió forint. Minimum 100 ezer, maximum 3 millió forint támogatás igényelhető. A pályázat benyújtásának határideje 2024. április 15-e 12 óra. A részletes felhívás és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a város honlapján. Bejutott a MOL Magyar Kupa elődöntőjébe a Paksi FC labdarúgó csapata. A Tolnavármegyei alakulat a Vasas együttesét ejtette ki a legutóbbi fordulóban. A mérkőzés rendes játék idejében nem jutottak dűlőre a felek, 2-2-es eredmény után következett a 2x15 perces hosszabbítás, melyben az atomvárosiak további 3 gólt tudtak szerezni. A Paksi, akik bejutottak, a kupa sorozat legjobb 4 csapata közé. Ez legutóbb 2022-ben sikerült nekik, akkor egészen a döntőig meneteltek, ahol a Ferencvárostól szenvedtek 3-0-ás vereséget. Egy friss felmérés adatai szerint a magyarok csak 4%-a nem használja az internetet telefonos kommunikációra. Szekszárdiakat kérdeztünk, ők miként használják mobiljukat. Az NMHH kutatásából az is kiderül, hogy a magyarok 93%-a inkább csak magánügyi célokra használják a chat applikációkat, munkaügyben alig több, mint a megkérdezettek fele. Szekszárdon inkább generációs különbözőségekkel találkoztunk. Telefontként használom, néha pedig a Messengert. Aztán úgy nagyjából kész is már. Sok sületlenséget azt nem olvasom rajta. Facebookon, ami fönt van, az gyakorlatilag nudli. Annak a felese igaz kb. Úgyhogy ezért nem nagyon szoktam. A telefon telefonálásra való, szerintem is. Rövid üzenetek továbbítására, nem pedig órákig lotyogásra. Én úgyhogy így szoktam használni. Ez a mentalitás másnál is tetten érhető. Szintén Messenger, egy kicsit. Néha híreket olvasgatok, de azt is mértékkel, meg telefonálásra, másra nem. És ezt is hagyományosan, vagy Messengeren keresztül is szoktam? Hát Messengeren üzeneteket néha, de a hagyományost jobban érték, nagyobbra értékel. Persze azért akadnak olyanok, akik már inkább az internetes csevegést preferálják, de azért a hagyományos megoldásokat is kedvelik. Legtöbbször inkább csak simán hívok, nem szeretek videóhívásozni, az úgy... Nem tudom. Az olyan személytelen, vagy nem is tudom nekem, mert az úgy furcsám, de inkább csak sima hívásokra. Természetesen az internet és a technológia adta előnyöket, mint a videóhívás vagy a csetelés is kihasználják. A felmérés szerint az idősebbek 35%-a több mint napi fél órát használ csevegő alkalmazásokat, míg a fiataloknál ez 70 és 65% között mozog. A interneten is, mert előfizetésem is van, úgyis, úgyhogy minden. Csetelni. Hát Messenger, meg néha WhatsApp. Ezek. Videóhívás ilyenek? Ah, igen, a testvéreimmel. És inkább a hagyományos, vagy az internetes hívásokat preferálod? Szerintem az internetes. Úgy tűnik tehát, hogy a hagyományos távkommunikáció még nem veszett ki, a mondandónk sem lett kevesebb, de egyértelműen teret hódít az online, ezáltal pedig folyamatos fluktuáció lép elő társalgásunkban. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Tulajdonosváltás, kivonás, lopás, gépjárműadó és fizetési kötelezettség különböző helyzetekben. Segítség! Rászorulókat támogatott a Balatonszemesi Adománybank. És mindig csak képeket hagyunk magunk után. Kálmándi Ferenc fotóriporter vetítése, előadása. Mit kell tenni új autó vásárlása esetén a gépjárműadó befizetésekor? Milyen szabályok vonatkoznak a használt autóknál az adófizetőkre? Be kell jelenteni a járművek forgalomból történő kivonását a NAV-nak? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel a gépjárműadó befizetési határidejének közelettével. Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense adott ezekről tájékoztatást. Április 15-éig kell befizetni a gépjárműadót hazánkban. Előfordulhat azonban, hogy valaki éppen most vesz új autót. A baranyai NAV sajtóreferense mondta el, hogy ilyenkor mi a teendő. Új gépjármű vásárlásakor a nyilvántartásba való bejegyzés, egyben adóbejelentés is. Ebben az esetben a forgalomba helyezést követő hónaptól kell időarányosan gépjárműadót fizetnie az adózónak a NAV által megküldött határozat alapján.
A használt autóknál más a helyzet. A vevőknek és az eladóknak is figyelniük kell arra, hogy milyen kötelezettségük van, ha a járművük gazdát cserél. Használt gépjármű adásvételekor, hogyha a használt gépjármű új tulajdonosa bejelenti a vásárlást, tehát az átírás megtörténik, akkor a gépjármű adót a következő év január 1-től kell fizetnie. A használt gépjármű értékesítője, ha szintén bejelenti az értékesítést, legalább a következő év január 15-ig, akkor csak az értékesítés évében kell gépjármű adót fizetnie, a következő évben már nem. Lehetséges olyan eset is, mikor átmenetileg nem használja a járművét az adózó. Ilyenkor is változik a fizetési kötelezettség. Abban az esetben, hogyha az adózó kivonja a forgalomból a gépjárművét, és ez be is jelent a közlekedési hatóságnál, erről információt kap a hivatal, és határozattal módosítja a gépjármű adó fizetési kötelezettséget. Abban az esetben, ha az adózó újra forgalomba helyezi a gépjárművet, akkor a forgalomba helyezést követő hónaptól újra gépjármű adót kell fizetnie. Sajnos előfordulhat, hogy ellopják az adófizető autóját. Ezt be kell jelenteni a NAV-nak, hogy mentesüljön az illető az adófizetés alól. Ha ellopták a gépjárművet, akkor a gépjármű adófizetési kötelezettség szünetel a lopást követő hónaptól a visszakerülés hónapjának a végéig. A lopás tényét a GJ adó elnevezésű nyomtatványon be kell jelenteni a hivatal felé, és ehhez a nyomtatványhoz csatolni kell a rendőrségi iratokat is. Abban az esetben, hogyha visszakerül a gépjármű a tulajdonoshoz, ezt szintén be kell jelenteni a GJ adó elnevezésű nyomtatványon. Azonban, ha nem kerül vissza a jármű a tulajdonosához, akkor a lopást követő év végén megszűnik a gépjármű adó fizetési kötelezettség. A témában további információ kérhető a NAV ügyfélszolgálatain elérhetőségein. Rászorulóknak segített a Balatonszemesi Adománybank. Sültarját, langallót, palacsintát, savanyúságot és fonott kalácsot is tettek a csomagba, így támogatva a nehéz helyzetben lévő családok ünnepi készülődését. Az adományt magánemberek, vendéglátósok, valamint Balatonszemes és Balaton Öszöd önkormányzatai adták össze. Szorgos kezek csomagolják az ételeket a rászorulóknak. A Balatonszemesi Adománybank a karácsonyi ételosztás után döntött úgy, hogy húsvétkor újra segít a nehéz sorsú családoknak. Nagyon sok jó ember munkájára és adakozására volt szükség. Végül 70 adag étel készült el, kemencéstarja, langaló, kaptunk házi savanyúságot, palacsintát, meg még húsvéti tojást is festettünk, ilyen piros tojást, és akkor így kompletten csomagokat készítettünk. Balatonszemesi, Öszödi, Szólád, Bálványos, Földvár, Látrány, Pusztaszemes, így nagyobb körzetbe gondolkodtunk, tulajdonképpen inkább most már befelé mentünk így Somogyba, mert ott jobban rászoruló embereket ismerünk, tehát sok egyedül élő idős van, illetve olyan családok, ahol nagyon örülnek ennek az adománynak, azt gondolom. A csomagok elkészítése után útra is keltek az önkéntesek, hogy házhoz vigyék az ajándékokat. Tettünk ilyen kemencés tárgyát, meg langaló, palacsinta. A rászorulók örültek a segítségnek. Pont jól jött, igen. Most itt pont jó, de most ilyen se dolgozik, vagyis most itt hol van, aztán még hát most itt pont jó. Ez most pont nagyon jól jött. Ahol kisgyerekek vannak a családban, oda édesség és játék is jutott az étel mellett. Van két unokám. Uh-huh. Egy 3 hónapos, meg egy 3 éves. És ők is itt élnek? Nem, Kadarkuton. A húsvéti ünnepek előtt 30 családnak segített az Adománybank Somogyban, hogy ételek, játékok és édesség is kerüljön a rászorulók otthonába. Kálmándi Ferenc fotóriporter, a korábban Fókusz csoport tagja, a Mecseki Fotóklub szervezésében tárta közönsége elé az És mindig csak képeket hagyunk magunk után című vetítéssel egybekötött előadását. A programnak a Civil Közösségek Háza adott otthon Pécsen. A Mecseki Fotóklub kezdeményezése alapján született az az ötlet, hogy bemutatkozzanak a város ismertebb fotósai egy a képeiket ismertető előadással egybekapcsolva. Kálmándi Ferenc fotóriporter személyes zenei emlékeit megörökítő fotóiból válogatott ki mintegy 200 darabot. Én pont így a határán voltam annak, amikor a
az úgynevezett filmes fényképezés átváltott a digitális korszakba. Ezt 2004-ben kaptam meg az első digitális fényképezőgépet, és akkor már ugye mentek, CD-n ment a zene, volt internet és a többi, és az ember ezt nagyon gyorsan belátta, hogyha dolgozni akar, jól akar dolgozni, akkor megtanulja ezt a digitális világot is használni, úgy, hogy jó minőségű képeket tudjon készíteni. Bennem soha nem merült fel az a gondolat, hogy hát régen bezzeg, minden jobb volt. Nem volt jobb, más volt gyakorlatilag. Régen is jó képeket készített az ember filmre, és digitálisan is igyekszik jó képeket készíteni. A zene szeretet végigkísérte a fotóriporter életét. A legkedvesebb korszak számára a 80-as évek volt. Akkor 80-as években számos világsztár jött így a Vasfüggönyön túlra előadást tartani, és akkor a magyar vonatkozásban pedig akkor bontogatta szárnyát az underground alternatív együtteseknek a csapatai, úgyhogy velük barátkoztam személyesen is a zenészekkel, és fényképeztem a koncertjeiken. Kálmándi Ferenc az És mindig csak képeket hagyunk magunk után című vetítéssel egybekötött előadásának a Civil Közösségek Háza adott otthont Pécsen. Az eseményről bővebben a Pannon Televízió kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Dombóvári civil tanács, 3 éves ciklus zártak. Nyári gumi, a meleg időjárás miatt indokolt búcsút intenünk a téli abroncsoknak. C-vitamin világnapja, a fűszerpaprika magas vitamin tartalma. Telefonhasználat, generációs különbségek a mindennapokban. Pénteken változóan napos felhős, melegedő idő várható. Csapadék az ország nagy részén általában nem hullik. Mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka is hasonló marad az időjárás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!